Sziasztok! Fánkot fogok készíteni, az igaz, hogy nem most van itt az ideje, de most megkívántam, és fogok készíteni. Hozzávalók, kovász, készítése fönt van a videókra, kattintva lehet megtalálni. Tej, sima liszt, 3 tojás sárgája, egy egész tojás, vaj, só, citromlé, rum, bocsánat, kis tejcukor, egy kis porcukor is van belekeverve, mert maradt máshonnan, és egy kis méz, majd mindent leírok a videó alá. Most a lisztet megszitálom, és hozzáadom a tojást, a tejet, a kovászt, szóval mindent hozzáadok a só és a vaj kivételével. Ha összeállt a tészta, akkor a sót is belekeverem, és akkor még egy percig talán dagasztom, és akkor egy kicsit megolvasztom a vajat, és legutoljára azt is belekeverem. És majd mutatom. Már bent a só, és mindjárt rakom bele a vajat. Szépen összeállt a tészta. És összegyúrom. Most hűtős kelesztés lesz. Most van egy olyan módszer, ugye mondtam már egyik videóban, hogy van a Facebookon egy csoport, ott osztották meg ezt a módszert. Ugye egy ilyen kis picit, ez körülbelül olyan 10-15 gram lehet. Jól begyúrok. Ilyen kis gombócá. Ez tényleg nagyon pici, mint egy cseresznye. Nem is a nagy fajta. Van egy pohár víz. Ebbe a pohár vízbe bele kell ejteni. Kicsit legyen vizes. És azt figyelni kell, hogy a széléhez ne érje hozzá. Egy folpakkal le kell takarni, és mellé kell rakni a tésztának, ahol kell. Ez nagyon jó módszer kezdőknek is. Biztos tudják, hogy mikor kell meg a tészta, mert egy kovászos tészta teljesen más, mint az élesztős. Ez nem úgy kell, tehát ez egy jó módszer, ezzel biztosra lehet menni. Csak mondom, az üveg és hát a pohár széléhez ne érjen, mert a hozzáragad nem jön fel. Meg még azt kell figyelni, hogy a víznek a hőmérséklete ugyanolyan legyen, mint most a konyhának a hőmérséklete. Az fontos. Na, és akkor most a tésztát elrendezem. Berakom egy tálba, amiben körülbelül a duplájára kellene, akkor is elférjen. Na. Tehát itt a tészta, itt meg a kis gombóc. Erre rakok egy folpakot, ezt meg nájlomba rakom. És berakom a hűtőbe, most este 3-4-7 van, ez holnapig addig lesz a hűtőbe, amíg a gombóc fel nem jön a vízszínére. Hát figyelni kell, körülbelül 10 óra biztos. Egyhamar nem jön fel, mert hidegben nem kell gyorsan a tészta.
Úgyhogy mi, nekünk még holnap dolgunk van, csak dél körül érek rá vele foglalkozni. Hát majd úgy is mondom, hogy mennyi idő. Meg megmérem a hűtőnek a hőfokát is. Gondolom 10 fok lehet benn most, vagy 9. Na jobban majd jövök vissza, informálok benneteket, hogy hogyan alakul ezzel a módszerrel a tészta, és akkor kipróbálhatja az is, aki még kovásszal nem készített tésztát, mert akkor jó lesz. Tészta nájlomba, kis gombóc meg a vízbe, folpak rajt, és megy a hűtőbe. A nájlomba egy pici víz, nagyon picibe kell spiccelni, állítólag kell a felésnek. Én mindig spiccelek minden, ahomire nájlont húzok, mindenbe spiccelek, minden nájlomba egy kis vizet, kell a pára. Látjátok, már emelkedik a gombóc. Ha följön teljesen a víz tetejéig, mert majdnem tele van az üveg, akkor újra bedagasztom a tésztát. A kis gombóc feljött a víz tetejére, úgyhogy most már nekiállhatok a tésztát újra begyúrni. Kinyújtom és kiszaggatom, és pihentetem egy újabb gombóccal, nem ezzel, egy újabbal, és ha az is feljön a vízszínére, akkor süthetem. Majd mutatom. Ilyen szépre megkelt a tészta. Most elárulom, hogy végül is nem egy éjszakát hűtőzött, mert lebetegedtem, és be kellett raknom 6 fokra a hűtőbe, így egy éjszakát és egy egész napot hűtőzött. Úgyhogy ez mikor volt, várjunk, csak ma péntek van, akkor szerdán este készült el a tészta. Ma péntek, ugye, péntek, elővettem 8 órakor a hűtőből, ami 6 fokos volt, és most 11 óra múlott. Most tudok nekiállni, mert most jött fel a gombóc a vízszínére. De hogyha úgy gondoljátok, hogy nem akartok ilyen sok ideig várni, akkor azt kell csinálni, meg ha van időtök, hogy 2 órát elől hagyni, mikor be van gyúrva, így benn van a tálba, 2 órát előhagyni, gombóccal mindennel együtt, és úgy betenni a hűtőbe, úgy nem kell várni 4-5 órákat. Most, hogyha nem akarnám begyúrni, akkor csak így kinyújtanám és szaggatnám. Akkor is kell kereszteni, de én most nem úgy csinálom, én most így rendesen begyúrom újra. Begyúrom. Egy picit pihentetem, de az tényleg nagyon kevés lesz, egy negyed óra. Itt volt egy nagy hója. Egy negyed órát pihentetem, és akkor tiszta bubis, és akkor kinyújtom, kiszaggatom. Kinyújtottam a tésztát, most kiszaggatom. Most ami leesett a kiszaggatott fánknál, azt újra összegyúrom. Most ezt is egy picit pihentetem, egy negyed órát, 10 percet. És azt szoktam csinálni,
úgy így, ahogy kiszaggattam a fánkot, én így középre berakom az ujjam az aljához, ezt valahol láttam régen, és akkor így kihúzom, tehát itt vékonyabb lesz, mint a széle. És így meg is nagyobbodik. Így. És akkor az egész, vagyis hát az összessel ezt megcsinálom. Ahogy szoktam, kicsi víz a nájlomba, középre egy pohár, hogy ne érjenek hozzá a fánkocskákhoz, vagyis ne érje hozzá a fánkocskához a nájlon, és akkor így majd keresztjük. Még a másikat is befejezem, meg kiveszek egy gombócot. Kiszaggatom ezt, amit az előbb összegyúrtam. Most már nem csinálok semmit ezzel, amit leesett. Egy picikét kiveszek belőle. Nem kell sok, mint egy cseresznye. Belerakom a vízbe. Úgy essen, hogy középre. Középre a üveg széléhez ne érjen. Mert akkor nem fog följönni. Hát ez már hozzá is ért, beigazítjuk. Egy folpakra egy gumi. Jó, akkor ezt ugyanúgy, mint az előbb így megcsinálom. Mindjárt, de először ezt össze dolgozom, és akkor ebből megperecet csinálok. De ez még elég sok, úgyhogy ebből még lenne egy-két fánk. Mindjárt eldöntöm. Még úgy döntöttem, hogy még kettő fánkot vagy hármat abból ki tudok szaggatni. Ezt most ugyanúgy, mint az előbb, az első szaggatásnál kihúzzuk a szélére. Nagyon szép a tészta, remélem nagyon szép kis fánk lesz belőle. Az első keresztés mindig nagyon fontos, különben nem lesz jó, beszívja a zsírt, nagy hólyagok lesznek benne. Úgyhogy nagyon fontos mindig az első keresztés. Ha a hűtőben nem rakjuk, akkor körülbelül 5 óra, mire meg kell. A kovászt azt viszont mindig legalább kétszer frissíteni a készítése előtt, mielőtt nekiállunk. Azt hiszem, mindent elmondtam. Még 3 darabot ki tudtam szaggatni, és lett egy kifli. Vagy perec? Perec. Majd jövök vissza a sütéskor. Körülbelül 2 óra, mert most már nagyon hamar meg kell. És a gombóc is itt van. Ott az üveg alján. A gombóc feljött a vízszínére, tehát süthetem a fánkokat. Most az a nagy baj, hogy az indukcióson pont most ment tönkre, az indukciós sütőm, úgyhogy gázon vagyok kénytelen sütni. Itt még mérnem kell a hőfokot, mert 170-től 180-ig a legjobb. Úgyhogy hát mostan kétségbe vagyok esve, hogy hogy fog sikerülni, de remélem jó lesz. Majd végig mérem a hőfokot, még be nem tudom állítani addig.
sülnek a fánkok, de el kell mondanom, hogy én gázon nem tudok fánkot sütni. Indukcióson gyönyörű fánkokat tehet, mert be lehet állítani a hőfokot. Itt hol 170, hol 180, hol 160, de most egész jól beállt 165-re, úgyhogy most már egész szépek. Hát sajnos. Nem tudom, élesztőssel lehetett bármilyen. Kovásszal azért nehéz. De ez finomabb. Tűrhetőek. Elkészült a fánk. Szép belül is. Nem egy nagy lyuk lett, de a szallag az nem lett a legjobb. Ilyen. Szóval nem lett a legjobb. Ezen az indukcióson tudtam igazán jót sütni, be lehetett állítani a hőfokot, de hát most tönkre ment. De már volt valami baja, már észrevettem. Nagyon nehezen működtek a gombok. És háromféle legvárt próbáltam. Ez egy baraclegvár. Ez, amit múltnap felraktam, almalegvár, ami mandarinpasztával készült. Ez egy szilva. Itt van minden egyen közepébe raktam. Legfinomabb a szilva legvárral, komolyan. Pedig mindig baracka lettük, de legfinomabb a szilva legvárral. Jó, hát ez így sikerült, próbáljátok ki. Kovásszal ilyet lehet, hogy tud valaki szebbet is, én ilyet tudok. Én itt csinálom, úgyis csak azt mutatom be, ahogy én tudom, ahogy én csinálom. Örülök, hogy megnézted a videót. Készítsd el te is. Lehet, hogy a tiéd jobban fog sikerülni. Legalábbis így kinézetre, mert az ízre nagyon finom ez is.